Egész nap körülvesz bennünket a zaj, idegrendszerünk pedig egyre fáradtabb. Mind többen és többen keresik a csendet. Népszerűek a meditációs táborok, a jóga, de nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is szükségük lenne arra, hogy felismerjék a csend erejét és örömét. Hogy miért és hogyan? Erről szól Cseperedő magazinunk. A csendet szeretem. Miért? Azért, mert hogy jobban lehet koncentrálni. Megfontolt bölcs szavak egy kisiskolástól. Persze Laura előnyben van, hisz gyerekjógán ő rendszeresen végez relaxációs gyakorlatokat, ismerkedik a csend jótékony hatásaival. De ne szaladjunk előre, nézzük először, hogy mit is okozhat a csend hiánya. Azt szokták mondani, hogy ahogy van környezetszennyezés, úgy van információszennyezés. Egész nap bombáznak minket az információk. Az ismerősöktől, a televízióból, a rádióból, az internetről. És ehhez nagyon gyakran zaj is társul. Zaj van a munkahelyünkön, zaj van az utcán, zaj van az üzletekben, szól a zene, és mi magunk is zajt keltünk, mikor hazamegyünk, bekapcsoljuk a háztartási gépeket, és rossz szokásból rögtön a tévét vagy a rádiót, hogy ne legyen csend. És az idegrendszernek nagyon nagy feladata van ebben a helyzetben, mert hogy szelektálnia kell, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. És ebbe a tevékenységében nagyon bele tud fáradni. Hogyha nem adjuk meg azt a lehetőséget, hogy feltöltődjünk, hogy kipihenjünk, akkor ingerültek leszünk, feszültek leszünk, agresszívek leszünk, a figyelmünk romlani fog, illetve van ez a krónikus fáradtság szindróma, tehát soha nem tudjuk, úgy érezzük, hogy soha nem tudjuk magunkat kipihenni. Tudni kell azt, hogy a figyelem nem képes megoszlani, hanem ugrándozik. Egyik tevékenységről a másikra, és ez nagyon fárasztó, hogy folyton folyvást ugrálnia kell, és ez nagyon-nagyon fárasztó is, és csak nagyon egyszerű tevékenységeknél, rutin tevékenységeknél lehet ezt csinálni. A kreativitás kutatás kimutatta, hogy ahhoz, hogy igazi alkotó munkát végezzek, ahhoz el kell mélyülnöm, csend kell, és befele kell fordulnom. És hogyha mindez, amit most elmondtunk, igaz a felnőttekre, akkor fokozottan igaz a gyerekekre, akiknek még képlékenyebb, még érzékenyebb az idegrendszerük. Egy amerikai kutatás megnézte, hogy tanyasi, falusi és városi gyerekek milyen alapzajjal élnek, és azt tapasztalták logikusan, hogy a városi gyerekek, akik eleve ugye nagyobb csoportokban, 25-30 fős csoportokban sokan vannak együtt kis területen, és magas háttérzaj van körülöttük, hiszen a városban ugye nagyobb a zaj, ők keltik a legnagyobb alapzajt. Ugye ezt úgy szokták megfogalmazni az óvónénik, hogy nagyon gyakran 4-5 éves gyerekek szinte csak kiabálva tudnak beszélni, hiszen le kell győzniük a háttérzajt, hogy rájuk figyeljenek. Ezért aztán érdemes lenne a gyerekeknek is tanítani a csendet. Létezik egy olyan tünet, hogy pszichés süketség. Nagyon gyakran panaszkodnak rá, hogy egy épp hallású gyerek olyan egy osztályban vagy egy közösségben, mintha meg se hallaná, hogyha szólnak neki. Azt szokták mondani a nevelők, hogyha a nevét hozzáteszem, hogy Pisti, hozd ki te is a füzetedet, akkor arra a hívószorra, ami a neve, fölkapja a fejét, és végrehajtja az utasítást. És ez azért van, mert hogy annyi-annyi zaj és információ éri a gyereket, hogy így ezzel a látszólagos süketséggel védekezik ellene. Na most, ha azt mondtam, hogy tanítani kell a gyerekeknek a csendet, akkor annak az első lépése az lenne, hogy a gyerek ne élje meg büntetésnek a csendet. Tehát nem arra kell szoktatni, hogy most 10 percig mindenki csendbe marad, mert büntetést kap, vagy beírok annak, aki nem tud csöndbe maradni, vagy kapsz egy pofont, hogyha most nem nyugszol el, hanem arra, hogy a csend az valami jó. És az egyházi iskoláknál vannak ezek a bizonyos csendes percek, ugye, amik a személyes ima idejei, de egyre több iskola és óvoda felfigyelt arra, hogy reggel körbeülnek, meggyújtanak egy gyertyát, beszélgetnek, a reggeli rohanás után egy kicsit elcsendesednek, mielőtt hozzálátnak a napi tevékenységhez. Igazából a csendre nevelésnek otthon kellene kezdődni. És azzal kellene kezdődni, hogy egy átlagos mai magyar családban az anyuka a konyhában főz és hallgatja a rádiót, az egyik gyerek számítógépezik, a másik tévét néz, az édesapa
mondjuk telefonál, vagy még a számítógépén dolgozik, és zaj van, folyamatos zaj van, amiben nem igazán kommunikálunk. És az, amit mondtam, hogy feszültté tesz ez a folyamatos ingeráram minket, ezt otthon kellene először példamutatással talán egy kicsit csökkenteni, vagy talán megéreztetni a gyerekekkel, hogy mennyire jó az, és ehhez viszont kellenének a közös tevékenységek, hogy mennyire jó az, hogy most a tévé helyett mi együtt beszélgetünk a konyhában, és közben megterítünk. És én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb lenne valóban az agresszív kisgyerek, és sokkal kevesebb problémát okozna, hogyha otthonról csendben indulnánk el, hogyha este otthon csendben búcsúznánk el egymástól, hogyha ezek nyugodt percek lennének, amiben mi segítenénk abba, hogy a kisgyerekünk feldolgozza a napi, az őt ért napi eseményeket, illetve én azt gondolom, hogy mivel a gyerekek gyakran nem is tudják, hogy mi a bajuk, ők nem tudják megmondani az óvodában, vagy az iskolában, vagy otthon, hogy az a legfőbb bajom, hogy folyton szól minden, hogy zaj van, hogy ettől vagyok ingerült, de nekem, mint felnőttnek kell erre gondolnom, és hogyha gondolok erre, akkor kell ellene tennem is. És természetesen, mint mindenben a nevelésben, ebben is úgy van, hogy egy hét az nem próbálkozás. 2-3 hétig meg kell próbálnom, hogy van az, hogyha este kikapcsolom a tévét, és nem mindannyian a tévét nézzük, hanem mondjuk egymásra nézünk, mert társasozunk csendben, gyertyafénynél, almát eszegetve, vagy mesét olvasunk. Amerikában például a középosztálybeli férfiak, akik azt állították magukról, hogy a családjukért élnek, nekik dolgoznak, naponta 3-4 perc minőségi időt töltenek a gyerekükkel. Tehát akiért élnek, akiért dolgoznak, arra 3-4 percet tudnak naponta úgy figyelni, hogy közben nem telefonoznak, nem tévéznek, nem újságot lapoznak. És én azt gondolom, hogy tanítanom kéne arra a gyereket, az értő figyelemnek az a lényege, hogy leülök veled szembe, melegítünk egy pohár teát mindegyikünknek, és nem azt kérdezem, hogy na mi volt a suliba, hanem meghallgatom, amit ő mesél. És akkor nem kioktatom, hogy nem lett volna hármas az a kémia, ha többet tanulsz, meg nem vesztett volna a csapatot, ha jársz foci edzésre, és így tovább. Tehát legyőzöm magamba azokat a késztetéseket, amiket mint szülő ösztönösen mondanék, egyszerűen csak odafigyelek a gyerekemre. És ő ezt roppantul élvezi kicsikorától, és kialakul köztünk egy sokkal szorosabb kapcsolat, amiben ő azt fogja érezni, hogy biztonságban van itt, elfogadják, én sokkal többet fogok róla megtudni, és én néha azt tapasztalom, hogy az ilyen beszélgetésekben beáll egy csend. És ez a csend, ez a végén, ez az a csend, amikor két ember nagyon közel van már egymáshoz, és szavak nélkül is megérti egymást. És hogyha ezt a technikát megpróbáljuk alkalmazni, akkor azzal a gyerekünket is tanítjuk arra, hogy kell csendben figyelni másokra. Ugye nagyon sok kismama panaszkodik, hogy mennyire nyűgös a kisbaba. Ez egy nagyszerű dolog, hogy mobilak vagyunk, hogy rugalmasak vagyunk, hogy a babákat mindenhova magunkkal vihetjük, hogy sok programunk van. De tudni kell azt, hogy a kisbabának is nagyon fontos a napirend. Őt is ugyanúgy információk özene árasztja el, mikor boltba visszük, mikor bevásárolunk, mikor utazunk, mikor a barátnőnkhöz megyünk. És hogy neki is szüksége lenne, hogy néha csak feküdjön a kis ágyba, és gőgicséljen, és nézze a kezét, vagy a babakocsiba, és a falevelek rezgését figyelje. És amikor egy kisbaba nyűgös kezd lenni, akkor le kellene tenni, és szépen lassan hozzászoktatni, hogy ez most egy kicsit az elcsendesedésnek az időszaka. A másik nagyon fontos dolog, ahol én azt gondolom, hogy egy kisgyerek életében a csendnek még nagyobb szerepének kell lenni a beszédtanulás. Soha ennyi beszédészlelési zavarral és beszédhibával küzdő kisgyerek nem volt, és bizony ebben nagy-nagy szerepe van a folyamatos háttérzajoknak, hiszen a gyerek utánozza anyut és aput, de nem biztos, hogy jól hallja azt a hangot, vagy azt a szót, amit az anya kimondott. Hogyha hagyjuk azt, hogy a gyerekünk mesét hallgasson, hogy biztosítjuk neki rá lehetőséget, hogy alkosson, hogy játszon, hogy a csendet mi magunk is alkalmazzuk, akkor igazából a gyerekünk belső csendjéből, akármilyen furcsa, egy belső hang fog születni. Egy olyan belső hang, ami tartást ad neki. Tartást ad neki egész életére, és abba segít, hogy
elválaszza az igazi értékeket a világnak a felszínes értékeitől. Tehát, hogy tudja, hogy milyen érték a barátság, a szeretet, a szerelem, a hűség, a kitartás, és igazából azt gondolom, hogy akkor Loyolai Szent Ignácnak ugye megvalósul az a mondata, hogyha így neveljük a gyerekeinket, hogy a léleknek igazából a belső békéjét nem a sok-sok információ, hanem a belső feldolgozás adja. És itt léphet képbe a jóga, ami segíti a belső feldolgozást, és azt, hogy a gyerekek is értékeljék, használják a csendet. Miért szereted a relaxációs gyakorlatokat? Hát azért, mert az megnyugtat. Mert mindig csend van. Én azért szeretem a relaxációs gyakorlatokat, mert segít nyugodtabbnak lenni, és segít abban, hogy jobban tudjak figyelni az órákon. Te szereted a csendet? Igen. Miért jó az szerinted? Mert nyugodtan tudok pihengetni. A csendet nagyon nehéz megteremteni, felnőtt korban és hát még gyermekkorban, tehát az igazi belső csendről beszélünk, akkor először is relaxációt kell, hogy végezzenek a gyerekek itt jóga órán. Ez annyit rejt magában, hogy teljesen ellazulunk, fejünk tetejétől egészen a talpunkig, és utána különféle légzőgyakorlatokkal próbáljuk még lecsendesíteni magunkat, hiszen ez nagyon fontos, hogy a gyerekek itt megtanulják a helyes légzést, mert sokszor egy felszínes légzést alkalmazunk, nem tudjuk, hogy van egy úgymondott hasi légzés is, aminek a tüdő alsó része működik, és ezáltal sokkal nyugodtabbak leszünk, és sokkal lazábbak leszünk. Mi a tapasztalatod a jogára járó gyermekek? Hogyan viszonyulnak a csendhez? Nagyon szeretik, és sok gyereknek ez a kedvenc gyakorlata a relaxáció. Bármilyen hihetetlen, hiszen épp azért, mert ott tényleg önmagukra tudnak figyelni, és a belső csendre tudnak figyelni. Kiknek ajánlanád a jógát? Mindenkinek. Minden gyereknek, és minden felnőttnek. Kortól és nemtől függetlenül. Miért? Épp azért, mert nagyon sokat lazít rajtunk. Tehát a napi gondok, a feszültségek, azok egy kicsit háttérbe szorulnak, fel tudjuk őket dolgozni. Nagyon fontos, hogy azokat a gondolatokat, amik nap mint nap cikáznak az elménkbe, azokat le tudjuk csendesíteni. És ezért szükséges a jóga, hogy tudjuk uralni ezeket a gondolatokat. Egy fecsegő embernek a sztoikus Zénón azt mondta, hogy azért van két fülünk és egy szánk, hogy többet hallgassunk, mint beszéljünk. Talán ez is lehet egy lépés a csend felé, de az igazán fontos az lenne, hogy próbáljunk háttérzaj nélkül magunkra és másokra figyelni, mondják a szakemberek.